Október 1-én indul a népszámlálás, melynek során a Központi Statisztikai Hivatal munkatársai begyűjtik az adatokat arról, mennyien élnek hazánk településein. A nemzetiségi és felekezeti hovatartozásról szóló kérdésre a válaszadás önkéntes, de nem csak a magyarok, hanem a hazánkban élő népcsoportok tagjai is fontosnak tartják megvallani hitüket és nemzetiségüket. Mohácson a magyar, a német, a horvát, a roma és a szerb önkormányzatok közös programjának is ez volt az egyik fontos üzenete. A rendezvény három nyelven megtartott szentmisével kezdődött. A hitünk, a vallásunk, meg a nyelvünk az olyan, mint a madárnak a két szárnya. A madár is akkor tud szállni, hogyha mint a két szárnyát tudja használni. Hát szerintem mi emberek is így vagyunk. Valamilyen nemzetiségűek vagyunk, valamilyen anyanyelvűek, és valamilyen valláshoz tartozónak érezzük magunkat. Ezért fontos, hogy 10 évente, amikor megkérdezik tőlünk, akkor ezt meg is valljuk, illetve még szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez azok közé, a kérdések közé tartozik, amit nem kötelező megválaszolni, és hát sokszor úgy vagyunk vele, hogy ami nem kötelező, ami fakultatív, az elmarad, de ne engedjük ezt. Ha mi magunk töltjük ki online, akkor ez a 14-es kérdés, azt hiszem, akkor ott válaszoljuk meg. Ha pedig a kérdező biztos véletlenül elfelejteni, föltenni a kérdést, akkor hívjuk fel a figyelmét rá, hogy szeretnénk megvallani, hogy mi ehhez és ehhez a nemzetiséghez tartozónak valljuk magunkat, és ilyen vallásúak vagyunk. És amit nagyon szeretnék mondani a magyarországi nemzetiségeknek, hogy ne érezzék ezt a magyar haza elárulásának, hogyha a nyelvüket megvallják, mert attól még Magyarország, ami hazánk, itt születtünk, itt élünk, de nem tagadhatjuk meg az anyanyelvünket. Ha az anyám, apám horvát, akkor én nem mondhatom azt, hogy én magyar vagyok, hiszen 5 éves korom még magyar nyelvű, mert 5 éves koromig csak horvátul beszéltem. Tehát én erre biztatnám a Magyarországon élő nemzetiségiket és a keresztényeket, hogy valljuk meg, hogy hova tartozunk, és legyünk büszkék a nyelvünkre és a hitünkre is. Én vallom magam svábnak, én svábként születtem, svábként is fogok meghalni, és a népszámlálásnál is én sváb vagyok, én azt vallom. És minden ember más, de hát minden embernek van egy vallása, valaki valahova tartozik, én katolikus vagyok, úgyhogy majd hoz az élet, amit hoz. Én személy szerint fontosnak tartom, most nyilván erről mindenki maga dönt, hogy mit tart fontosnak. Magyarországon születtem, magyar vagyok, de mégis horvát vagyok. Tehát sokat jobban mondtam, mert nem teljesen azonos az úgymond horvátországi horvátokkal. Mi inkább a bosnyákokhoz állunk közelebb. Az 1670-es évek körül telepedtek be ide az őseink, az elődeink, még itt a török idők idején ugye menekültek és itt telepedtek le, földműveléssel foglalkoztak. Több hullámban is érkeztek, és nyilván, mint minden nép, próbálja megőrizni úgymond a hagyományait, a nyelvét, a vallását, a kultúráját, az öltözetét, ami változik időről időre, mert a mi viseletünk is nagyon sok változáson ment keresztül. Ezt az idő hozza, de ezzel nincs semmi baj. Itt az a fontos, hogy a nyelvet ne felejtjük el, és a szokásokat. A fiatalok közül is sokan fontosnak tartják, hogy nemzetiségi és vallási hovatartozásukat megvallják. Az az igazság, hogy úgy gondolom, hogy most már ez nagyon fontos lenne, hogy mindenkiben meglegyen ez az identitás tudat. Én is egyébként úgy nőttem fel, hogy már a szüleim nem igazán beszélték a sváb nyelvet, tehát már nem tudták úgy átadni igazán szerintem a mi generációknak azt, amiben még ők felnőttek, és ez engem nagyon megérintett igazán, hogy én sem tudtam megtanulni úgy a sváb nyelvet anyanyelvként, és mi most szeretnénk valahol ezt visszahozni, és szerintem ezért nagyon fontos, hogy mindenki érezze azt, hogy honnan jött, és hogy tudja is azt, hogy hova tart, és hogy ez nagyon fontos megtartani ezeket a hagyományokat. Azt is fontosnak tartom, mi katolikusok vagyunk, úgyhogy ezt is valljuk. Szeptember végén levélben kap tájékoztatást a lakosság, azaz minden háztartásba érkezik egy népszámlálás feliratú boríték. Ezt a levelet fontos megőrizni, hiszen ez tartalmazza azt a belépési kódot, melyel október 1-e és 16-a között mindenki önállóan el tudja végezni a kitöltést az online felületen.